Január 9-én kezdte el a felkészülést a csoportjában 10 győzelemmel és egy vereséggel éllovas Máté Szalkai női kézilabda csapat. Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, az első heteket az erőgyűjtésre szánták a hölgyek. Persze a technikai és taktikai elemek gyakorlását sem hanyagolták el a játékosok, akik több új edzéselemmel is megismerkedhettek januárban. Az edzések azok rendkívül változatosak, ugye az első szakasz a felkészülések, az mindig egy ilyen erősebb fizikai megterhelés jelentett. Itt főleg ilyen körözéseket iktattunk be és az edzőnőnk Kriszta, ő ezt a mozgásformát választotta, ez jó, mert interaktív, tehát az izomtömeg növelése is kiválóan alkalmas, az erőlétet is fejleszti, illetve állóképességbe is azért tud fejlődni még a csapat. Majd az ezt követő szakasz lezárásaként már inkább bevettük ezeket a labdás edzéseket. Ugye itt majd bejönnek ezek a páros gyakorlatok, tehát készülünk a bajnokságra. Az őszi együtteshez képest nincs jelentős változás, viszont erősödött a játékos keret, és még érkezhet is kézilabdázó a csapathoz. Visszatért Móri Katalin, ő ugye távol volt, most megkezdte újra az edzéseket, és Ábri Teodóra felépült a térsérüléséből. Ezáltal két új emberünk van, és egy beállós fogunk kipróbálni majd a felkészülési mérkőzésen. Az MMTK a hétvégén felkészülési tornát rendez, amelyen az NB1-bés Nyíradonnyal és az osztálytárs megerősített Vitka Esével mérő összetudását a csapat. Vitkáról tudjuk azt, hogy új edzőt kapott, új lendületet a csapat, hiszen Csapó Erikát, a sokszoros magyar válogatottat ugye tudhatják a soraikba, illetve Debrecenből tudjuk azt, hogy játékosokkal erősítettek. Valamint a Nyíradony, az pedig egy NB1-bés csapat, aki mint a magyar másodosztályt képviselő csapat, egy magasabb, jobb játékerőt, egy magasabb osztályban lévő jobb játékerőt képvisel, és ezért ehhez mérten is tudjuk azt, hogy hol tartunk a felkészülésben. A Máté Szalka tavaszi szezon nyitányán február 19-én a Debrecen második csapatához látogat, majd egy héttel később hazai pályán a Kölcsi DS ellen játszik megyei rangadót Vakacs Krisztina együttese.